Nagyon okay. Kevés az. Ott már jót omlék. Még egyszer. Rövid ceremónia után. Öt kérdésre van lehetőség. És az öt kérdés után pedig felfogunk. Most egy kicsit jövő. Azt csinál. Köszönöm. 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 Ja, Bill, a másik oldalára álljon. Picit hátrább állna. Picit persze, jó irányba. Így, e? Nincs molina a hátra. Róla, hogy róla. Na, akkor most mindjárt is tájsz. Picit lejjebb a mikrofon. We have European-wide growing numbers of anti-Semitic behaviors that attack against the Jewish communities in Europe. That's why for all politicians in Europe, main task to be clear, to be strong, defending the freedom of religion, especially the Jewish communities of Europe, so they can practice their faith, their religion, the free and open spirit. Egész Európában növekszik az antiszemita viselkedési formák, tehát az antiszemita szövegek elterjedése, és politikusoknak egyértelműen ki kell tenni, és nagyon erőteljesen ki kell állni amellett, hogy mindenki gyakorolhassa a vallásszabadságát.
Jews to be proud, to be happy, to have today again alive the Jewish community in Europe, because Europe is not thinkable without the contribution of the Jewish community in the European development, the European history. That's why it's great to see that it's alive also here in this synagogue, the second biggest of the world, the biggest of Europe. Today in my talks with Prime Minister Viktor Orban, we had a constructive atmosphere, but problems are not yet solved. We have to still assess, still discuss among the EPP party members about the upcoming decisions. And for me it's clear that all solutions, all possible solutions, nagyon rossz technikai körülmények vannak itt, úgyhogy valószínűleg nem nagyon van hang, de össze fogom foglalni a sajtótájékoztató után Manfred Weber szavait. Az imént azt mondta az EPP jelöltje, hogy a tárgyalások nagyon konstruktívak voltak, de sok mindenről kell még beszélniük Orbán Viktorral, és a legalapvetőbb, hogy az értékeket, amit az EPP képvisel, minden tagszervezetnek tisztelnie kell. Arról a három pontról beszél most Manfred Weber, amit feltételül szabtak ahhoz, hogy a Fidesz az EPP tagja maradhasson. Show.
Tehát azt a három pontot foglalja össze, amit feltétlenül szabott az EPP-ben maradáshoz Manfred Weber Orbán Viktornak. Az első az CEU, ugye a CEU-nak mindenképpen ugyanúgy kéne szerinte Budapesten maradnia, ahogy az elmúlt években is itt volt. Nagyon fontos lenne, hogy a Brüsszel szembeni plakátkampányok és úszítások egyszerűen megszűnjenek, illetve egy egyszerű bocsánatkérés az, amit feltétlenül szabott. Kicsit majd mindig hátrébb jövök, és megpróbálom tolmácsolni ezt a nagyon nagyon rossz hangon. Azt mondta most Manfred Weber, hogy ő elsősorban politikus, és megoldásokat keresni jött ide, nem konfliktusokat generálni. Gyakorlatilag ennyit mondott most. Annak ellenére, hogy korábban 5 kérdésről volt szó, sőt arról is, hogy majd Heizler András is tesz majd fel a kérdés, ez sem történik meg. Manfred Weber egyszerűen elmegy. Én egyetlen egy kérdés volt itt. Ennyi marad. Na, nagyon elnézést kérünk ezért a hangért, ami itt volt. Ahogy mondtam, próbáltam közben Manfred Weber szavait tolmácsolni, de hát nagyon keveset mondott, semmit nem tudtunk meg arról, hogy mire jutottak a tárgyalások során. Ennyit már most eddig is tudhattunk, hogy miről fognak beszélgetni, és mi az EPP-nek az álláspontja a Fidesz-szel kapcsolatban. Az nagyon jó lett volna, az újságírókkal itt beszélgetünk, hogy mi legyen az az 5 kérdés, amiről tudtunk, hogy 5 kérdés lesz, amit megengednek. Beszélgettünk róla, hogy nagyon jó lenne tudni, hogy most hol van az a vörös vonal, amiről oly sokszor beszéltek az EPP-n belül, arról, hogy mi a helyzet most a CEU-val, de ezekre a kérdésekre egyáltalán nem válaszolt. A nap további részében avg.hu-n fogunk még foglalkozni ezzel a kérdéssel, többek között itt a Facebook élőkben is, úgyhogy majd kövessenek minket. Köszönöm!